Kedves barátaim, nézőim, feliratkozók, leendő feliratkozók! Sokan azt mondják, hogy a II. Világháború fordulópontja 1941. decemberre volt, ugye? Részben, ha néztek a videóimat, akkor megemlékeztem erről a Barbarossa támadás kapcsán, hiszen 1941. december 5-én volt a szovjetek ellentámadása a moszkvai csatában, ami annyit jelent, hogy a német világháború kudarcot vallott. De mi történt a világ második felében a csendes óceánon? Érdemes megjegyezni, hogy a 20. század első felében Japán saját magát úgy hívta, hogy Japán birodalom. Ugye impérium, hogyha latin szóval akarom mondani, bizony azt kell megjegyeznünk, hogy a századfordulón, több mint 100 évvel ezelőtt, Japán vezető körei lemásolták a európai politikát és gyarmatosító, birodalomépítő politikába fogtak. A japán vezetők ezt azzal indokolták, ami, hogy ez van benne valóság, földrajzi értelemben, hogy Japán valóban nyersanyagokban szegény ország, igazából semmilyen ásványkincsre nem rendelkezik. Más kérdés persze, hogy valóban, ahogy John Lukács is mondja, az emberi gondolkodás fejlődése a legfontosabb a világtörténelemben, hiszen Japán ma minden nyersanyagforrás nélkül a világ egyik legnagyobb pénzügyi ipari hatalma, vagy gondoljunk Svájcra, szóval meg lehet ezt oldani erőszak, háború és hódítás nélkül is. De hát más volt a gondolkodás sajnos 100 évvel ezelőtt, úgyhogy a japánok nekiálltak hódító birodalmat építeni. Most ugye nincs időnk ezen végig menni, de leigázták Koreát, a 30-es évek elején Mandzsúriát, ami Kína északkeleti része és jelentős kőszénbányákkal rendelkezik. Aztán 1937-ben a japánok megtámadták Kínát, és Kína keleti tengerparti értékesebb részét, Shanghai és a többi elfoglalták és leigázták. Közben addigra már övék volt a csendes óceán jelentős része, mert az első világháborúban a győztes az Antant oldalon harcoltak, és ott a német gyarmatoknak, az egykori csendes óceáni német gyarmatoknak az egyenlítőtől északra eső részét rájuk osztották ki. Szóval 30-as évek végén már létezik egy nagy japán birodalom. Az Amerikai Egyesült Államok törekedett ennek a megállítása lefékezésére. Az amerikaiakat azért, mint demokratikus érzületű embereket igencsak zavarta, hogy Japán konkrétan népírtást, és a szót vésítve népírtást folytatott Kínában. Erről filmek is készültek, meg dokumentumok is fönnmaradtak szép számmal. Amerika tehát szerette volna Japánt megállítani. Diplomáciai úton ugye Roosevelt elnök, egy rendes demokratikus politikus, próbálkozik diplomáciai úton, visszafogott sikerrel. És akkor az amerikaiak 1941-ben egy meglehetősen radikális lépésre szánták el magukat, Japánnal szemben olajembargót vezettek be. Az embargó kifejezés azt jelenti, hogy nem kereskedünk a másikkal. Bizony az Amerikai Egyesült Államok akkor még jelentős kőolaj kitermelő és kőolaj exportőr volt, kicsit ma is a bizonyos értelemben, ugye Dallas, Texas, Jockey Ewing és hadd ne soroljam a dolgokat, márpedig a modern világ és különösen az akkori világ és a modern háború kőolaj nélkül nem működik. Hajók, tankok, repülőgépek, egyszerűen olaj nélkül leáll a háború, Japánnak pedig nincsen semmilyen kőolaj készlete, és kőolajban egyébként nem igazán bővelkednek az elfoglalt kínai területek sem. Japánoknak kb. A 41-es év közepe felé, második fele felé néhány heti kőolajtartalékuk maradt. És akkor körülnéztek ott Dél-Kelet-Ázsiában, jelzem, a japánok a birodalmukat egy elég izgalmas szóval álcázták, így hívták, hogy nagy kelet-ázsiai közös jóléti terület, mint hogyha az, hogy Japán leigáz más népeket, az mindenkinek közös jólét lenne. Na mindegy. Szóval körülnéztek Dél-Kelet-Ázsiában és Indonéziában, amit akkor Holland-Kelet-Indiának hívtak, mert gyarmat volt. Indonéziában bizony meglehetősen jelentős kőolajkészletek vannak. Japán tehát kinézte magának, azokat leigázzuk és lesz olajunk, és tudunk tovább hódítani. Pontosan fölmérték a japánok, pontosan tudták, hogy egy esetleges európai gyarmatnak a megtámadása az bizony amerikai válaszlépés, mikor az amerikai háborús válaszlépés fog maga után vonni. Azért a japánok arra jutottak, hogy akkor bizony először Amerikát kell kiiktatni egy nagy csapással, és akkor utána miénk Dél-Kelet-Ázsia. Fontos megjegyezni, nagyra becsült hölgyek és urak, hogy 1941 ősze az kiemelt pillanat az emberiség történetében. Japánban ugyanis tanácskozások során összecsapott egymással a szárazföldi hadsereg és a flottának a vezetése. És
A szárazföldi hadsereg azon az állásponton volt, hogy a meghódított kínai területekről észak felé, a Szovjetunió felé kellene támadni. Ugye ez azért kiemelt pillanat, mert a szovjetek akkor éppen élethalál harcot vívnak, előző videóimat tessék megnézni, barbarosszásat, a német hadsereg nyomul előre Moszkva irányába. Ugye az óriási kérdés a mi lett volna, ha az emberiség történetében, hogy még 41 októberre körül, vagy november körül megindul a japán hadsereg Szibéria elfoglalására, akkor jelentős szovjet hadosztályokat kell odaküldeni a csatákra, a megállításukra, és ezt tudjuk, hogy azok a szibériai hadosztályok, amelyeknek végül nem kellett harcolniuk a japánokkal szemben, azok megérkeztek időben 41 őszén Moszkva védelmére és a december 5-i ellencsapásra. Ez részben egy Richard Sorge nevezető, Japánban tevékenykedő, később kivégzett német kommunista ügynöktől tudjuk. A szovjetek Stalin ezért merték a hadosztályokat elküldeni Moszkva védelmére, mert megtudták a japán döntést, miszerint a japánok nem észak felé, hanem a flotta követelése dél felé támadnak, szigetek, Dél-Kelet-Ázsia. Szóval a japánok eldöntik 41 őszén, hogy akkor csendes óceáni hódítás, USA flottájának kiiktatásával. A tervet egy Yamamoto nevű admirális dolgozta ki, róla érdemes megjegyezni, hogy élt az USA-ban, beszélt angolul, ismerte az Egyesült Államokat, és volt benne némi félsz, hiszen tudta, hogy az USA, mint a világ legerősebb ipari hatalma, népességben is erősebb, mint Japán. Mi lesz, ha az USA teljes erejét hadba veti Japán ellen? Bár voltak benne kétségek, a döntést elfogadta, hiszen a császár is beleegyezett, Hirohito császár, akit részben ezért a háború után háborús bűnösnek is tekintettek. 41-ben egy Tojo Hideki nevű férfi lett Japán, egy katonatiszt, egy tábornok lett Japán miniszterelnöke, a civil politikusokat leváltották, katonai jellegű kormány alakult, és meghozták a döntést csapásmérés Egyesült Államokra, és utána pedig Dél-Kelet-Ázsiai szigetvilág és szárazföld részek meghódítása. Na de hogyan mérjük csapást USA-ra? Az amerikai flottát szerették volna először megsemmisíteni, hogy szabadon hódíthassanak. Az amerikai flottának több bázis volt a Csendes-óceánon, Midway, Guam, ezek kisebb szigetek. A legnagyobbak egyike azonban a Hawaii szigetcsoporton Oahu szigetén, gyöngy kikötő szétnője Pearl Harbor. Ugye Hawaii a 19. század vége lett Amerikának a külbirtoka, akkor még nem volt tagállam, csak 59-ben lett tagállam. Szóval akkor Pearl Harbor lebombázásra szólt a japán döntés. Na de hát Hawaii iszonyú messze van Japántól, Japánnak nem voltak hosszatávú bombázó repülői. A megoldás úgy szólt, egy modern fegyver, repülőgép anyahajó. Fontos megjegyezni, hogy 1940-ben, a háború korábbi szakaszában a britek repülőgép anyahajóról felszálló gépekkel zseniális csapást mértek a Tarantóban állomásra olasz hadiflottára, és az ötlet kicsit innen jött a japánoknak. Szóval 41. november végén egy nagy kanyarral a Csendes-óceán északi vizeire elküldik az anyahajóflottát. Fontos megjegyezni, hogy a Csendes-óceánon télen, késő ősszel ritka a hajóforgalom, meglehetősen viharos. Egy nagy hatalmas kanyarral elküldték a hadiflottát Hawaii-tól északra, és nagyjából a hajók ott 350 kilométerre Hawaii-tól északra egy hajnalon fölengedték a repülőket, irány a bombázás. Mikor támadnak a japánok? A japánok nagyon okosan fölmérték, hogy az USA bármelyik csapatát vasárnap reggel érdemes megtámadni. USA-ban 40 óta hadkötelezettség van, a matrózok, a katonák jelentős része besorozott fiatal fiú, akik szombat este kimenőt kapnak, és nyilván vasárnap reggel fáradtak, későn kelnek, vasárnap ünnepér zászlófelvonás, sok hajón istentisztelet, szóval tudták a japánok, hogy vasárnap reggel az ideális időpont USA megtámadására, ez december 7-ére esett, ezért mondom a fordulat, mert december 5-e a moszkvai ellentámadás, december 7-én pedig megindulnak a japán repülőgépek Pearl Harbor-i kikötő lebombázására. Nem akarták, szóba se került a szigetcsoport elfoglalása, nem vittek szárazföldi erőket magukkal. Voltak légibázisok, repülőterek, ha vajon azokat is lebombázták, de főleg a nagy kikötőt. Pearl Harbor kikötőjében sekély a víz, nem túl mély. Ott álltak a parthoz, odahorgonyozva nagy amerikai csatahajók és kisebbek, cirkálók, rombolók. A csatahajókat akkor tagállamokról nevezték el, West Virginia, California, Arizona, stb.
a japánok négyféle repülőgépet vetnek be, háromféle bombázót, voltak a zuhanó bombázók, a Stukára tessék gondolni, német Stukára, magasan repülnek, majd lecsapnak, és egy, nagyjából egy vagy két bombát igyekeznek pontosan célba juttatni a megszállott hajóra. Aztán voltak a magassági bombázók, hogy elképzeljék, magasan repül, célzóberendezés és próbálja a hajót eltalálni. Voltak a torpedó bombázók, ugye a torpedó az egy tenger alatt járó jellegű fegyver, de föl lehet függeszteni a repülőre is. Alacsonyan a víz felszíne fölött pár méterrel repül a megszállott hajó irányába, ledobja a torpedót, a torpedó pedig bekapcsolja a motorját, és szépen egyenesen neki siklik robbanó fejjel a hajónak. Ezen kívül pedig a negyedik típus, amit bevetettek, azok a vadászrepülők voltak, az esetlegesen felszálló amerikai vadászgépekkel vívott harcban megvédeni a japán bombázókat. Ezek a híres Mitsubishi Zero-k voltak, a híres vadászgépek. Ezek mind egymotoros repülők, nagyobb gépek nem férnek az anyahajókra. Két hullámban támadtak a japánok, lett volna egy harmadik hullám is, de azt végül törölték. Az első hullám 7, a másik 8-ra után érkezett. Az amerikaiakat totális meglepetésként érte. Az amerikaiak nagyon amatőrök és ügyetlenek voltak. Létezett már radar, kölcsön kapták az amerikaiaktól, vagy az angoloktól, de az amerikaiak csak kísérleti jelleggel használták, és néhány srác próbaképpen, amerikai katona egy magas hegyi radarállomáson érzékelte a rengeteg pöttyöt, villanást, hogy egy nagy, hatalmas légiflotta közeledik északról Hawaii felé. Nem tudták, mit évők, egyenek felhívtak egy ügyeletes tisztet, aki azt mondta, hogy megnézte a papírokat, hát nagy saját amerikai bombázókat várunk Los Angelesből, bizonyára ők lesznek azok. Aztán fölbukkant egy japán tenger alatt járó periszkópja a kikötőbe, egy amerikai romboló nekiállt hajkurászni, mégsem rendeltek el teljes riasztást, az amerikaiak ismerték a japán titkos rejtélkulcsot, az amerikai titkos szolgálat megfejtette az üzeneteket, amelyek érkeztek a washingtoni japán nagykövetségre, rájöttek az üzenetből, hogy nem sokára háború lesz, de nem tudták kiokumulálni, hogy pontosan melyik amerikai bázist fogják a japánok megtámadni, inkább Guamra gondoltak, ami nyugatabbra van, Pearl Harbor az túl keletre van Japántól, az amerikaiak nem gondoltak rá. Szóval az amerikaiak sok balfékséget összehoztak, bocsánat a szóért, nagyon szeretem az amerikaiakat, egyébként a japánok meglepetésszerű támadást okoztak, egyik legnagyobb katonai manőver, hogyha a számokat nézzük a történelembe, rengeteg amerikai hajó elsüllyedt, bár sokan mondják, hogy öreg csatahajók voltak, főleg a japánok mindössze 29 repülőgépet vesztettek, az amerikaiak, az amerikai légvédelem idegességben lőtt mindenre, és amikor amerikai repülők próbáltak felszállni, akkor időnként a saját légvédelmük lelőtte őket, többek között a B-17-es bombázókat, amik jöttek Los Angelesből. Az amerikaiak kapkodtak, óriási veszteséget szenvedtek, több mint 3000 amerikai áldozta az életét, a legtöbben az Arizona csatahajó fölrobbanásakor, amikor egy japán zuhanóbomba pont a hajó lőszerraktárába csapódott és fölrobbant a lőszerraktár. Az Arizonát ezért nem is emelték, ott van hullámsírban, nem túl mélyen, és egy szép emlékmű van rajta, amik az elesett amerikai katonákra emlékeztet. Szóval óriási japán csapás volt, az amerikai flotta jelentős része megsemmisült, ugyanakkor a víz nem mély, Pearl Harborban a hajókat ki lehetett javítani, egy részük öreg csatahajó volt, amelyet tudtak másokat építeni, és fontos, hogy USA-nak akkor a csendes óceán 3 anyahajója volt, és úgy adta a jóisten meg az élet, hogy egyik sem volt aznap a kikötőben, mert kint a óceánon járó összekedve javítás alatt voltak, tehát az öreg csatahajók ugyan megrongálódtak, vagy elsüllyedtek, de a háborút Amerika mégis tudta folytatni, mert hogy az anyahajóik azért sértetlenek maradtak, és a következő fél év, 41. december, 42. június óriási japán hódításokkal jár, Indonézia, Burma, Anglia is beszáll a háborúba, viszont USA-n megmaradtak a csatahajói, sorkötelezettség, elkezdték a hadsereg létszámát alaposan földúzzasztani, és ami legfontosabb, és mindig jegyezzétek meg, a második világháború legfőbb tényező az amerikai ipar, az Egyesült Államok mérhetetlen mennyiségben kezdte ontani magából. A repülőgépeket, tankokat, hajókat, csatahajókat gyártottak, anyahajókat gyártottak, meg ilyesmi. 42. júniusában Midway-nél megállítják a japánokat, és a következő években szépen USA, mint sokkal erősebb hatalom végül,
visszaszorítja Japánt, és megnyerik a háborút. A japánok azóta békepártiak lettek, kicsi a hadseregük, és inkább az ország fejlesztésére koncentrálnak. Szóval Pearl Harborról röviden és velősen az összefüggésekben ennyit. Ha tetszenek, a többi videómat is nézzétek meg. Ez volt a második világháború csaták sor harmadik része, de számtalan más videót is találtok a csatornámon, történelmi eseményekről, személyiségekről, közéletről. Ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok föl, ha tetszik, akkor lájkoljatok, és ha van hozzászólás, kérdés, bátran tegyétek meg. Sziasztok!